Ha nézzünk egy ilyen globális nagyképet közép-hosszú távon, akkor, és nézzük, hogy kik a nyertesek, vesztesek, akkor azt látjuk, hogy a nyertesek azok a kelet meg a dél, az Egyesült Államok, kik azok, akik mondjuk nem annyira jártak ezzel jól az oroszok, mert hogy nem az ő pozíciójukat erősíti ez a világpolitikai helyzet, és kik az abszolút vesztesek, hát az Európai Unió, hogyha úgy ugyanezen a... És az ukránok nyilván. Hát az ukránok meg szerencsétlenek, ugye ők a legkényelmetlenebb helyzetben vannak ebben a tekintetben. Heti hírmagyarázat és világmegfejtés a Mandiner munkatársaival és meghívott vendégeinkkel. Ez a Mandiner reakció. Folyamatosan frissülő tartalmainkért kérjük, iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat, ez itt a Mandiner reakció, Mandiner heti kibeszélő podcastja, én pedig Kacsó Dániel vagyok, a Mandiner főszerkesztőhelyettese, és köszöntöm Tóth Máté energiajogászt és Kohán Mátyás kollégámat, szervusztok! Szervusztok, üdvözlöm a nézőket is! Üdvözlöm én is a nézőket! A témánk nagyjából és egészében az lenne, hogy ugye augusztus 20-án, ahogy arról egyébként a múlt heti adásunkban inkább politikai szempontból beszélgettünk, egy diplomáciai nagyüzem volt, de nem nyugati barátaink, hanem keleti partnereink, vagy politikai barátaink, igen, ez a pontos kifejezés, de hogy pragmatikusak legyünk, potenciális együttműködő partnereink jöttek el hozzánk. Ennek kapcsán nyilván volt egy politikai felforgás, de most arra vállalkoznánk, hogy megnézzük, hogy energetikai szempontból Magyarország, illetve egy kicsit Európa számára milyen együttműködések körvonalazódnak, ezek az országok legalábbis közülük a nagyobbak, milyen, mit tudnak kínálni Európa számára, és ugye mindez összefügg az orosz-ukrán háborúval és az annak nyomán beinduló szankciós politikával és a kapcsolatok felszámolásával, bár erre is kitérhetünk, hogy ezek melyike és mennyire lett felszámolva, vagy lett mondjuk egy rövid útból egy hosszú tengeri út India irányába bizonyos energiahordozók tekintetében, de ne szaladjunk ennyire előre. Szóval arra lennék elsősorban kíváncsi, hogy melyik ország volt, a válasz lehet, hogy a hallgatók, nézők is tudják, a legfontosabb a vendégek közül, melyik ország vezetője volt ilyen szempontból a legfontosabb energetikai perspektívából, akik itt voltak. Legyél innovatív. Ja. Egyébként annyira nem is biztos, hogy könnyű erre válaszolni, ki volt a legfontosabb, mert hogy elég sok fontos delegáció adta egymásnak a kilincset. És erre a válasz az az, hogy mondtad, hogy ugye politikai szempontból kiveséztétek ezt a nagyüzemet, energetikai szempontból beszélünk most erről, de amúgy a kettő eléggé összefügg, tehát az energia is, politika és fegyver is, egyre inkább azt látjuk. Viszont ilyen értelemben itt beszűkül a mozgástere mindenkinek, Magyarországnak is, meg az európai országoknak is, mert hogy most azokkal az országokkal kell barátkozni, akiknek gáza van. És az meg azért egy viszonylag véges és az gáz? Lista. Hát, bocsánat. Szerintem annyira nem gáz, a gáz az, ha nincs gáz. De most ugye azért fut mindenki versenyt, és hirtelen, tehát itt nincs értelme kipcsákozni, meg tudom én, lenézni a türk országokat, már csak azért sem, mert ott van a gáz. Hát szerintem ez egy nagy tanúság, ez elején érdemes ilyen közös nevezőként leszögezni, hogy nem érdemes ideológiai alapon, vagy ideológiai politikai preferenciák alapján kezelni ezt a kérdést, se jobbra, se balra, tehát semmilyen irányban nem érdemes felülírni a magyar érdekeket valamilyen ideológiai fennhanggal, hanem a magyar érdekeket kell keresni. Az pedig ugyanazokat az országokat fogja potenciálisan jelenteni, mint mindenki másnak, és érdekes módon az Európai Unió országa és az Európai Unió egésze is ugyanazoknál az országoknál kopogtat, mint mi, de értve mondjuk a sokáig párjaként kezelt Azerbajdzsánt is, akivel ugye nem szívesen barátkoztak az EU vezetői, hát most ott is nagy kanosszajárás van. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke járt ott talán egy évvel ezelőtt, és azóta elcsendesedtek itthon is a magyar-azeri kapcsolatokat kritizáló, ideológiai alapon kritizáló, diktátorozó és hasonló ezek megjegyzések, ezek között akkor valószínűleg van némi összefüggés. Azt gondolom, hogy van. Nem irigylem egyébként azokat, akik a láthatatlan karmester által vezérelt módon utálnak országokat, meg szeretnek, és így váltogatják a preferenciáikat, így a globalista média által vezérelve. Nem lesz könnyű dolguk. Már most szólok, hogy most a Ursula von der Leyen póniát széttépték a farkasok, úgyhogy most majd a farkasokat kell utálni a következő időkben. Lesz is valami jogalkotás az Európai Unióban. Most innentől a farkasokat fogják
üldözni, az azeriek felélegezhetnek, viszont akkor át kell állítani a váltókat, akik eddig az azerieket utálták a farkasokra. Lehet, hogy hős lesz az, aki lelőtte azt a bizonyos farkast itt a nyár folyamán, és ráúszult az egész média, hogy csak a magyarok lehetnek ilyen prosztók. Ezt jól hallottam, ezt az úrszult, igen, ez véletlen volt. Na jó, térjünk vissza akkor az energetika bonyolult és össze-vissza kavarodó területére. Matyi, te is szólj hozzá egy picit, hogy beszéljünk kifejezetten Törökországról először mégis, mert azért Erdogan NATO szövetségesünként kvázi nem is annyira keleti despota, mint amennyire azt néha ráolvassák a fejére. Borzasztóan gyakran hallom, amikor Szijjártó Péter egy évben 6-8-szor találkozik a szerb kollégájával, vagy a török kollégájával, hogy minek kell állandóan megbeszélni azt, ami már meg van beszélve. Mert ugye ilyenkor, amit Szijjártó Péter ilyenkor bejelent, a déli áramlattal kapcsolatban, a szerb-magyar olajvezetékkel kapcsolatban, a tranzit megállapodásokkal kapcsolatban, az olyan szempontból már megvan, hogy ma is ezeken az útvonalakon és ezeknek a megállapodásoknak a mentén érkezik a gáz. Azért tartom én ezt elképesztően viccesnek, mert ugyanakkor viszont hápogunk, amikor megérkezik a hír Ukrajnából és Horvátországból, hogy tranzit díjemelés lesz szintén évente nagyjából annyiszor, ahányszor Szijjártó Péter a szerb vagy török kollégájával találkozik, és nagyjából azzal a szorzóval, amilyen gyakran ezekben az országokban váltakoznak a külügyminiszterek. Hát, az a helyzet, hogy ami van, az nincs. Ez nem csak a belpolitikának egy alapelve, hogy ami van, az nincsen, az, amit már elértél politikailag, amit már odaadtál kvázi a választóan, bár utálom ezt a kifejezést, mert minden, amit az államtól visszakapunk, az, ami adónkból van, az nem jelent politikai előnyt feltétlenül, és ez a külpolitikában legalább ennyire így van. Tehát teljesen mindegy, hogy volt egyszer egy megállapodásod akárkivel arról, hogy ennyi a tranzitdíj, mert hogyha nem történik meg egy folyamatos egyeztetés, egy folyamatos jó viszony fenntartás, egy folyamatos mosoly azzal a partnerrel, aki neked a tranzit partnered, akkor jönnek ezek a hírek így hidegzuhanyként, mint Horvátországból, meg Ukrajnából. Na bocsánat, de akkor miért nem Horvátországot hívtuk meg diplomáciai nagyüzem keretében, és miért a török elnököt? Igen, ez egy teljesen jogos kérdés, én meghívtam volna Horvátországot. Lehetett volna mindkettőt? Tehát mondjuk összehozható-e energetikai megállapodások szintjén Törökország és Horvátország? Most ez így lehet, hogy nagyon felületesen hangzik, de mégiscsak... Abszolút, és igazából csak, hogy ne essünk mi se abba a csapdába, hogy egy irányból nézzük az eseményeket, a horvátokkal is folyamatos üzleti kapcsolat van, tehát áramlás van, ami igaz egyébként az olaj és a gáz tekintetében is, ugye a gáz tekintetében különösen izgalmas, és annyira van, tehát annyira van ott is kormányzati cselekvés is, még a diplomáciai válveregetésen túl is, hogy jelenleg a Repower EU keretébe bement magyar, augusztus 31-én bement csomag tekintetében, ami 14 intézkedés együttest jelent, meg 14 beruházás együttest jelent. Az egyik nagyon fontos láb, az pontosan a horvátországi tranzit kapacitásnak a bővítése. Tehát, hogy valójában azért Magyarország, ahogy 1000 éve kelet és nyugat közt van, most is igazából ilyen módon keresi a pozícióit, és tehát nincs egy-egy oldalú barátkozás. Azért ez nyilván igaz, hogy lelepleztük akkor Törökország a number one. Ugye az infrastruktúra az adott, nyilván a szájtó vezetékek jönnek, ahol jönnek, de igazából még azért is verseny van. Tehát akkora felbojdulás most a nemzetközi piacokon, hogy valóban, ahogy ugye Mátyás mondja, hogy most nincsenek garantált nyeremények. Tehát most mindenki újra ugyanazokat a köröket is meg kell, hogy fussa. Gyakorlatilag az a tiéd, ami már a tárolóban van, de még lehet az sem biztos, mert láttunk már, hogy az ukránok elszipkázták, ami be volt tárolva. Tehát, hogy gyakorlatilag minden kapcsolatot újra fel kell építeni, újra verseny kell futni, és ugyanazokkal. Törökország nem csak azért fontos, mert ugye a déli áramlat okán a legfontosabb tranzit vonalunk. Ő is lehet tartalékolni, ha jól tudom. Tehát amin átmegy rajta, abból egy jelentékeny mennyiség ott marad nála. Ott marad nála, illetve azért ő mozog be egy kompország szerepbe, tehát ő azért látja ebben a lehetőséget, a vámszedője gyakorlatilag Európa átalakuló helyzetének, de ő egyébként kereskedik is a gázzal. Tehát most már Magyarország nem csak mint tranzitpartnerre kell, hogy tekintettel legyen Törökországra, pontosan augusztus 20 óta, hanem a magyar MVM csoport az ottani Botas kereskedő cégtől és szállítóvezeték üzemeltetőtől vásárolt 275 millió köbméter gázt,
Tehát most már van egy konkrét gázkereskedelmi kapcsolat. Ez egy jelképes mennyiség, azért ezt ugye tegyük hozzá. Hát annál már egyel nagyobb, hogyha megnézzük, hogy mondjuk ilyen 3,2 milliárd köbméter volt a teljes éves gázfelhasználása a lakosságnak tavaly. Tehát ott már azért, ahhoz már érdemes hozzámérni, vagy ahhoz, hogy mondjuk olyan 5,9 milliárd köbméter gázunk van most a tárolóban, ami egy elég kényelmes mennyiség. Ahhoz képest azért egy negyed milliárd, az már több, mint egy csepp a tengerbe. És egyébként, tehát hogy már mint kereskedő is jelentőséggel bír, és Törökország mellett azért ott van ugye Azerbajdzsán, akikkel most egy bértárolási megállapodás is született, na az, ami inkább jelképes, tehát ott van egy 50 millió köbméteres bértárolást, amit nyújtunk az azerieknek, de jön is azeri gáz. Ott vannak a türkmének, akik a világ negyedik legnagyobb földgázkészletén ülnek, ők is itt voltak augusztus 20-án, ugye velük is megy egy nagy barátkozás. Csak onnan nincs még vezeték. Na, ezt akartam kérdezni, én is, hogy ennek igazából Magyarország szempontjából viszont mi a realitás, vagy mi az értelme? Mert Türkmenisztánnak hatalmas nagy gázmezői vannak, és ez egy igen jelentős gázforrása Kínának, de én azt, hogy valahogy nem látom, hogy a Kaszpi-tengeren hogyan fektetnek keresztül egy csövet, és az hogy lesz a mi gázunk. Sőt, én úgy tudom, most akkor legyen ez akkor az alkérdése, hogy Kína felé meg kapacitás bővítés van éppen, és a kínaiak nagyon szívesen látják a türkmén gáz, pláne úgy, hogy akkor az nem megy Európába, ami nekik meg egy plusz túl azon, hogy megszerzik a kellő mennyiséget a bővülő iparukhoz, bár hát igen. Relatív ez a bővülés, de azért létezik. Kérdezzük Pulai Andrást, akkor akkor lehet, hogy kérdőjelek jönnek, de hogy ez nekik inkább a természetes iránynak tűnik Kína, mint sem Európa. Ez ugyanaz, a verseny. Tehát látjuk, hogy óriási verseny van, és kelet és nyugat is versenyzik a kapacitásokért. A türkmén gáz egyébként elhozható, nem? Nyilván most infrastruktúrafejlesztésekről is beszélünk, meg molekuláról is, ez most úgy tűnik, mintha keveredne a kettő, de ezek párhuzamosan. Tehát mind a diplomáciai munkának is mind a kettő ugyanúgy változatlan prioritása és iránya is. Tehát valóban itt komoly infrastruktúrafejlesztések kellenek, de ezek történnek is egyrészt. Tehát a rövid per középtávú horizonton is felértékelődik minden olyan forrás is, ami esetleg eddig infrastruktúrális nehézségek okán nem volt az, nem volt hozzáférhető. Másrészt viszont pontosan a török déli áramlat vezetéken azért nagyon sok minden ide becsatornázható. Tehát azért az egy nagyon fontos szállító vezetéki irány. Tehát ilyen értelemben a türkmén gáz sem egy ilyen elképzelhetetlen távol. Hogyan, tehát földrajzilag ez hogyan néz neki a türkmén gáz becsatolása a déli áramlatban? A törököknek ugye nagyon sok szállítóvezeték vonala van, Törökországon belül is a déli áramlatnak, ugye van a török áramlat leágazása, ugye mindenhol igazából azon is múlik, hogy a kompresszorállomások meg mit hogy tesz lehetővé, de van Törökországnak elég sok szállítóvezeték infrastruktúrája, ami egészen a Kaukázus irányába közelséget terem. Tehát valójában, amikor Türkmenisztánról beszélünk, akkor nem úgy kell elképzelni, hogy bármilyen ilyen országról, hogy megnézzük ezt a forgó földgömböt, ha nem akad bele az ujjunk abba a elválasztó izébe, akkor megállítjuk, és akkor megnézzük, hogy itt a távolság, nem tudom, 1300 kilométer, és akkor nekünk most itt építeni kell egy csövet. Azért a meglévő szállítóvezetékek betáplálási pontjaihoz képest viszonyítunk, ezek meg azért nem elérhetetlen struktúrák, tehát ezeknek van jelentőség, ezeket el tudjuk hozni rövid távon is, és egyébként olyan mennyiségekről beszélünk, Türkmenisztán esetén is, de ez igaz egyébként Azerbajdzsára is, hogy mondjuk egy olyan 100 millió köbméteres mennyiség, ami mondjuk idén jövöget, az nem egy nagy, tényleg nem egy nagy mennyiség, az a meglévő infrastruktúrális kapcsolatok okán simán növelhető 1 milliárd köbméterre, tehát 10-szeresig lehet menni azokkal a mennyiségekkel, amik most vannak, anélkül, hogy még az új hálózatfejlesztéseknek a hozzáadott értékét belevennénk. Tehát ezek reálisan elérhető mennyiségek. Most egy picit visszafordítanám az eredeti felvetésemet, hogy ugye válasszuk el az ideológiai politikai vitákat az augusztus 20-ai találkozó kapcsán, meg egyáltalán ezekkel az országokkal való üzletelés kapcsán, és beszéljünk pragmatikusan, de egy picit visszafordítanám mégis ezt a felvetést, hogy ezeknek az országoknak a vezetői mennyire értékelik, és akár ez mennyire jelenhet meg az üzletelés szintjén, hogy nagyon becsben voltak tartva. Tehát, hogy azért nyilván egy ilyen nemzeti ünnepre meghívva lenni, azért annak lehet egy érzelmi töltete is. Valóban csak a szikár üzlet, mert nagyon más gondolkodású országokról beszélünk, más politikai berendezkedésről, nem is igazán ismerjük, feltétlenül egy átlag magyar állampolgár biztosan nem ismeri, de azt mondhatjuk, hogy nem a klasszikus nyugati demokratikus berendezkedés nyomán szervezik a saját életüket, és ez igaz az üzleti életükre valószínűleg, és igaz a politikai életükre is. Lehet-e nekünk egy jó pont, hogy mi
annak ellenére, hogy köpködnek ránk, és azt mondják, legalábbis a sajtóból, lehet, hogy politikusok ezt egyébként nem teszik meg, hiszen ők is kilincselnek ezeknél az állami vezetőknél. Lehet egy jó pont Magyarországnak, hogy látványosan próbál ebben a híd ország szerepben a konnektivitás elméletét is idehozva a pragmatizmus mellett egy kicsit ilyen barátságos arcát is mutatva Európának ezen országok felé, akik nyilván a sajtón keresztül a diktatúrá és hasonló kifejezéseket kapják, csak számíthat-e ez a leegyszerűsítve, számíthat-e ez a hozzáállás üzletileg, lehet-e ez jó nekünk? Kaphatunk-e több gázt mondjuk Azerbajdzsánból azért, mert kedvesebbek vagyunk, politikai értelemben diplomatikusabbak vagyunk az azeri elnökkel. Most nagyon csűrtem, csavartam, de ez lenne a lényeg a kérdésemnek. Világos a kérdés. Működik-e ez ebben a világban? Mátyás véleményére is kíváncsi lennék, hogy igen, ő látja igen, ilyen külügyi, külpolitikai dimenzióban. Én egy praktikus, csak a cipész maradjon a kaptafánál praktikus szempontot tudok mellé tenni, hogy minél keletebbre megyünk, annál inkább számít az, hogy milyen gesztusokat tesz az ember. Minél nyugatabbra, annál inkább még a mostani ideológiai máz mögött is teljesen pragmatikus, praktikus üzleti szempontok döntenek. Tehát hogyha egy német autóipari koncernnel beszél valaki, akkor ott hirtelen már ezek amit megszoktunk, a politikai üzengetések, az LMBTQ, meg a zöld miniszterek mondása, azok már nyomtalanul eltűnnek, és csak a praktikum vezéli őket. Na, ha keletre megyünk, akkor ott nem ez a napi üzleti érdek érződik, minél keletebbre, annál inkább érvényes az, hogy amilyen gesztusokat tettél, főleg minél huzamosabb időn keresztül a diplomáciába, az visszaköszön, és prioritássá válik. Ez most jelenleg Magyarországot egy nagyon szerencsés helyzetbe hozza, tehát ha más nem annyi hozadéka, mindenképpen volt a keleti nyitásnak, azoknak a trading house-oknak, ami ugye kapcsolatépítés volt, üzleti kapcsolatépítés is a keleti irányba, hogy Magyarországnak egy nagyon komoly versenyelőnye van, amikor egyszerre megy a magyar kapcsolatfelvétel és mondjuk a brüsszeli Azerbajdzsánnal, ahol ugye teljesen más politikai üzeneteket kaptak az elmúlt 10 évben, teljesen más előjellel, és hát most nyilván ez megváltozott Brüsszelben, meg máshogy állnak hozzá, de az igenis forintosítható előny, nagyon komoly, tehát a szerződéskötés tekintetében is versenyelőny, ami az árban is, és magában a hozzáférhető mennyiségek tekintetében is igenis jelentkezik, mert nyilván ezek az országok sem hülyék, tehát ők is számolnak, és az üzleti preferenciák jelen vannak, de hát az üzlet és a politika az ezen a szinten nagyon-nagyon szorosan összefonódik, és ezeket az előnyöket Magyarország, mint kicsi állam, kisebb fizetőképességgel rendelkező állam nagy mértékben ki tudja aknázni, és ezeket a hátrányos képességeit kompenzálni tudja az elmúlt évtizedes diplomáciai előnyökkel. Tehát én abszolút azt tudom mondani a praktikum oldaláról, hogy ezeknél az országoknál, az energetikai tárgyalásoknál, ez is mondtam, hogy a cipész maradjon a kaptafánál, tényleg érzékelhetően számít, és tényleg versenyelőnyünk van. Nyilván ez nem megy el addig, mint az arab országoknál, ahol a nem tudom, a szaudi korona herceget levéreskező, gyilkosozó Bident, azt tényegében megalázza most már a szaudi diplomácia. Tehát érződik ez a szint, ez a pukkatovodás mentalitás, tehát ez az a szélség is elmegy. Csak hogy itt is pragmatizmus irányába ügyem el, vagy itt ennél a pontnál, ez azt jelenti, amikor Biden próbálta olajkitermelés csökkentésre rábírni az érintett növelésre. Ez a betartás, igen. Igen, az a Szaúd-Arábia, ami nagyon sokáig azért az Egyesült Államoknak egy nagyon szoros partnere volt és szövetséges, és ott a közel-keleti puskaporos hordó nyugodt állapotban tartásához is egy garanciás partnere volt. Abszolút. Tehát, hogy nyilván az egy szélső érték, de hogy értékelhető ez a belső ázsiai országoknál is, és ez az üzleti előny, ez kézzelfogható, amit a magyar óvatos diplomácia, vagy a körültekintőbb diplomácia értelemben elért. Uh-huh. Matyi. Távolabbról kezdem, tehát fölhoznék egy morális dilemmát, amit szándékosan nem válaszolok meg, mert vannak pró és kontra is érveik, hogy mi alapvetően a demokráciát szeretjük és a szabad versenyt. Ugyanakkor Magyarországnak az-e a jó, hogyha a tranzitpartnerei olyan országok, ahol kizárólag a kapitalista logika diktálja a tranzitdíjat, vagy a gázszállításokat, vagy az a jó, hogyha egy olyan országgal vagyunk tranzit kapcsolatban, amelyben a politika tud lehatni, vagy ráhatni a tranzitot végző cégre, vagy az energetikai cégekre. Azért mondok pró példát, ellen példát, és csak itt az asztalon hagyom a dilemmát, mert erre, tehát ha megnézi az ember Ukrajnát, akkor a rossz ukrán-magyar politikai kapcsolat az egy olyan országban, ahol nyilvánvalóan az ukrán naftának a tranzitját azt
valamilyen mértékben azért a politikai igények szabják meg, az ellenünk dolgozik. Hadd legyen itt egy beszúrásom. Amikor említettétek, hogy a horvátok a tranzitdíjat ugye nem egyszer és nem kicsit emelték meg, és ugye ez nekünk csak, hogy földrajzilag szintén elhelyezik a problémát, onnan jön egy vezetékünk, aminek a kapacitás növelésére utaltál, hogy ez most terve van véve, de ez nem a tranzitdíj kérdése, tehát nekünk elementáris érdekünk, hogy onnan jöjjön föl kőolaj meg földgáz. Az egy piaci döntés volt a horvátok részéről, vagy egy ilyen, erről vagyunk akartam, az igen. Útban? Tehát ő mondj, melyik kategóriába sorolt Horvátországot, a piaci alapon működő demokratikus országok sorában, vagy a keleti politikai döntések nyomán? Fölvetni, mert vagy nem is Horvátország felhúzni. Az nekem is egy kicsit egy ilyen fekete doboz, hogy egyrészt ott van egy kimondottan energetikai szempontból van egy nagyon terhelt múltunk. Tehát, hogy Horvátország és Magyarország között az első számú politikai probléma a mai napig is az, hogy azt az ínát, amiből a horvát politikai elit korrupcióját finanszírozta Horvátország évtizedeken keresztül. Erős mondás. Sajnálom, azt megvásárolta a MOL, és az ína innentől kezdve erre a feladatra nem használható. És Hernádi Zsolt. És Hernádi Zsolt azóta is, Hernádi Zsolt élete azért is nehezült meg azóta is. Ugyanakkor én azért azt gondolom, hogy a Janaf tranzitdíj emelése az sokkal inkább volt egy üzletileg diktált logika. Mert ott ugye Ukrajnában volt egy politikai helyzet, tehát, hogy van egy háború, amiben ti nem támogattok minket eléggé, abban megsemmisült az infrastruktúránk egy része, fizessétek ki tranzitdíjban. Horvátországban nulla fundamentális költségelem változás történt a Janaf vezeték tranzit költségei kapcsán. Ennek ellenére történt egy orbitális emelés akkor abban az időszakban, amikor világossá vált, hogy a szászoronbattai finomítónak jelentős részben le kell válni az orosz olajról, és meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy a Janafon keresztül más forrásból olajat hajózzanak be. Tehát ez ott, én ezt egyszerűen annak alapján, ami történt, inkább tudom be kapitalista logikának, mint politikai ráhatásnak, annak ellenére nem zárom ki a politikát sem a terhelt múltunk miatt, mert ez egy olyan helyzet, amikor a kapitalista meglátja, hogy itt valaki rászorul. Mert nincsen, tehát valójában a horvát vezeték az egyetlen alternatívája jelenleg Magyarországon az orosz vezetéknek kőolaj tekintetében. Hát ha én kapitalista lennék, akkor még ha imádnám is a magyarokat, én azonnal meghúznám a rostaironnal a tollat, hogy akkor ez most legyen drágább. Tehát arra akarok csak rátérni, hogy a jó szerbiai politikai kapcsolatok elvezettek ahhoz, hogy Szerbiából ilyen hírek a gáz tekintetében nem jönnek meg Törökországból sem. Ukrajna esetében a rossz politikai kapcsolatok vezettek ahhoz, részben, nem csak, hogy ott jöttek ilyen hírek. Meg Horvátország esetében még az szól talán a tiszta üzleti logika mellett, hogy Szlovákiával és Csehországgal nincsenek ilyen problémáik a horvátoknak, de ha jól tudom, akkor a tranzitdíj emelés az őket pont ugyanúgy érinti. Tehát szerintem Horvátországban egyszerűen ellenünk dolgozik a szabad versenyes kapitalizmus. Tehát nekünk szerintem az, hogy Szerbiában a finoman fogalmazok, akkor van némi ráhatás a Vučić elnök úrnak arra, hogy a tranzitdíjat emeljük-e vagy nem, az nekünk egy jó dolog. És ezt kivetíteném egy kicsit keletebbre is, mert egyébként én alapvetően gyűlölöm, hogyha ezeket a közép-ázsiai országokat teljes mértékben egy kalap alá veszik. Hát ezek nagyon-nagyon-nagyon különböző országok, és van különböző mértékű politikai kockázata is annak, hogy velük kapcsolatba lépjél. Tehát mit tudom én, Azerbajdzsán egy olyan ország, ahol alapvetően az azeri nép nemzeti céljainak az elérése érdekében, amely ugye a örmények sárba tiprása, tett kifejezetten sokat az elmúlt néhány évtizedben az Aliyev klán. Ők emiatt ugyan diktatúra, de egy elég legitim diktatúra. Tehát egy elég széleskörű társadalmi támogatottsággal rendelkező autokrata rendszer. Ez Azerbajdzsán. Aztán van Kazahsztán, ami egy fokozatosan demokratizálódó hely. Tehát én ott voltam márciusban a parlamenti választásokon, ahol most történt meg először az, nyilván nem függetlenül, mert nem lehet az ilyesmi független a jelenleg uralkodó elitnek a szándékától, hogy bejutott egy valódi ellenzéki párt a parlamentbe. Tehát ez egy, ha lassúnak tűnik is nekünk, de ahhoz képest, hogy az ország nemhogy nem volt demokrácia a Szovjetunió előtt, hanem nem létezett a Szovjetunió előtt, az ehhez képest, tehát egy nulla parlamentális hagyományhoz képest, az, amit Kazahsztán a népe demokratikus bevonását illetően a hatalomba elért, az egy kifejezetten jó tendencia. Tehát Kazahsztánt én lediktatúrázni, vagy tehát azt szerintem velük szemben egy mértéktelen dolog. A 19. század első felé polgári forradalma, ilyen nem jutottak. Ez kétségtelen. Nem jutott oda, hogy egy erős mit példával. Tudom, ez most energetikai kevésbé lemásabb, hogy Kirgizisztán meg gyakorlatilag kikiáltása volt egy rosszul működő demokrácia. Tehát ott meg pont az a gond, hogy az ami Kazahsztánban az egyébként nem teljesen demokratikus rezsim alatt sikerült, a stabilitás, a gazdasági fejlődés, az ott igazából most a Zsaparov elnök úrnak a hatalom jutása óta működik valamennyire egyáltalán. És akkor van Türkmenisztán, amire meg nem lehet más mondani, mint hogy az viszont tényleg egy undorító diktatúra, és annak egy magas politikai kockázata van, hogyha velük bármilyen mértékben beszélünk. Azért jelzem csak, és azért akarom ezt ebbe a keretbe helyezni ezt az egész kérdést, mert el kell döntenünk nekünk itthon, hogy mit akarunk. A kapitalizmust, már hogy a
energetikai kapcsolatainkban mit akarunk. Azt a kapitalizmust, ami néha ellenünk dolgozik, vagy olyan jó politikai kapcsolatokat olyan országokkal, ahol a politika hatással bír arra, hogy mibe kerül a tranzit és mibe kerül az energiahordozó. Ezt mondjuk egy szempontból emelném ezt még ki, hogy nekünk szerintem stratégiai célunk kell, hogy legyen az, hogy a következő új gázforrásainknál, az azeri gáznál, az esetlegesen, bár én tényleg nehezem leesik hinni benne, de ha egyszer majd lesz, akkor a türkmén gáznál, hogy el tudjunk térni az LNG által diktált európai TTF-től. Az oroszok ebben nem mennek bele. Az oroszokkal nem lehet már szerződést kötni csak TTF-fel, ezt ők akarják így, ezt nekem Szijjártó Péter mondta bele a mikrofonomba idén, aztán februári nagy interjúnknál. De azt gondolom, hogy a jó politikai kapcsolatoknak azért van jelentőség, mondjuk Azerbajdzsán vagy Türkmenisztán szempontjából, mert itt nekünk el kell érnünk azt, hogy legyünk olyan kivételek Európában, akik nem LNG áron kapják a csöves gázt, mert ez a világ legértelmetlenebb hülyesége, hanem válhassunk le végre az európai TTF árazási rendszerről, amelyet igazából egy az egyben kinyírt az, hogy az amerikai LNG-re leváltottuk az orosz csöves gázt. De és ennek van a realitása? Van, mert pontosan ez a helyes irány. Egyetértek a körképpel, az alapkérdéssel is, meg a körképpel is az adott országokról. Itt szerintem két nagyon fontos objektív tanúságot kell levonnunk, ami egyszerűen tényként kell kezelni. Az egyik az, hogy a gazdasági érdekek, meg a politikai érdekek mindenhol valamilyen koktélban, valamilyen arányban, de jelen vannak. Tehát az, hogy keleten több mondjuk a politika, nyugaton meg több a kapitalizmus, vagy az üzleti érdek, ezek mindig találkoznak. Tehát nehéz például tényleg, én is azt gondolom, hogy a horvátoknál elsősorban üzleti szempontja van, hogy hát ha már rá vagytok szorulva arra az olajra, akkor ki tudtok többet is fizetni, érted? Tehát ez nyilvánvaló, az alapvető logika az ez. És a gázban is lesz egy ilyen függőség, mert hogyha cseppfolyós LNG-t is mi is be akarunk a saját gáz portfóliumba vedni, akkor hát az bizony onnan tud az Adria felől fogalmilag érdemi mennyiségbe feljönni, tehát ott majd megint lesz egy ilyen nagyobb fokú kiszolgáltatottság Horvátországnak, tehát elsősorban tényleg az üzletről szól, de a politika vastagon jelen van, nekem azért az érzékelésem, hogy és nem is feltétlen a direkt politika szintjén, hanem ott tényleg ez a MOL-INA háború, az egy nemzeti büszkeség kérdésévé vált. Ha megnézzük azokat a pereket, én magam is részese voltam per csomagnak, ami a MOL tekintetében a MOL-INA között a horvát állam és a MOL között a magyar állam ellen, meg a MOL és a CEOC között, amíg egy Kajmán-szigeteki cég, amit a kicsit megvakargatsz, akkor a horvát államé. Tehát ezek között elképesztően kusza 15 éves háborúban születtek nemzetközi bírósági ítéletek, azok többé-kevésbé helyel közzel, de lezárogatták már ezt a vitát, és legtöbbször a MOL-nak adtak igazat, vagy a Hernádéknak, és gondolná az ember, hogy akkor innentől már nem nagyon van ennek implikációja, de annyira beitta magát a horvát politikában, egy ilyen horvát nemzeti pozícióvá vált ez a történet, és ugye van ez a legenda, hogy Jelasics Szobra eredetileg Zágrába, az Budapest felé vágott a kardjával, aztán a szerbekkel olyan rossz lett a viszony, hogy átállították. Most lassan szerintem igen, visszafordítják Budapestre, mert hogy ez a MOL-INA háború, az ilyen nemzeti, nem tudom én, ilyen választóvonal, vagy rendezőjel, vagy bármi, de hogy ilyen nagyon nálunk is az lenne, azért tegyük hozzá, nálunk is az lenne. Hát, persze. Nem véletlenül vettük vissza azt a bizonyos részvénypaketet 2011-ben, ha jól emlékszem. Így van. Nem kis pénzért, nem az kis Orbán pénzért. Kormány részéről. Tehát hogy azért biztos, hogy nehéz elvonatkoztatni attól, hogy ott is biztos, hogy benne van a politika. Viszont tehát hogy ez egy adottság. Viszont a másik adottság meg pont a kiinduló mondat, hogy verseny van, és attól kell gáz, akinek van, és azt kell megnézni, az olajra is nyilván igaz, azt kell megnézni, hogy milyen kondíciókkal ezekre mi is versenyre kell, hogy kerjünk, meg nekünk is versenyeztetni kell egymással olyan értelme ezeket a szempontokat, de magyar érdekből, praktikus érdekből, hogy nem bezárva egyik irányba se a kaput, mert annyira meg nincs sok, hogy megtaláljuk azt az optimumot, ami nem feltétlen ideológiai választását teszi, hanem a praktikus mérlegelés választását. Csak egy tényállítás, hogy tegyek itt a végére, ezt nem kerekítettem ki, tehát, hogy ugyanabban a zsarolási potenciában, ugyanabban a helyzetben van Horvátország, Törökország és Szerbia velünk szemben. Pontosan. Szerbia és Törökország nem él ezzel. Horvátország, Ukrajna élnek ezzel. Ennek jelentősége van, és nem függetlenek a magyar-szerb-magyar-török kapcsolatokról. Hadd tágítsam egy kicsit a képet, és bár az időnk egyre fogy, mármint a műsoridőnk, a kérdések száma az meg bőven nem fogy, hanem inkább nő így a fejembe, hogy beszélgetünk. Egy picit egyszerűsítsük le, és hadd kérek tőletek egy relatíve rövidebb okfejtéseket és válaszokat, hogyha erre van némi mód. De nem lesz könnyű.
Ugye az egész história, amiről most beszélünk, az új barátságok, régi új barátságok, kapcsolatok kiépítése, az azért van, mert hogy az elmúlt évtizedekben épültek a bizonyos áramlatok, ezeknek eklatán fontos része volt az orosz forrás, amit ugye ez a háború elvágott, illetve egyébként hivatalosan nem, hiszen a gázzal való kereskedés az oroszokkal is legitim, legalábbis jogi értelemben, még hogyha morálisan ugye ezt már nem tartják elfogadhatónak Nyugat-Európában, és ugye az amerikai LNG hajók pedig készen állnak, hogy ezt üzletileg is aláducolják. Ebben a versenyben, említettétek ti is, versenyfutás van. Keletről beszéltünk, de azért van egy nagy, olyan nagy ország itt a szövetségesi körünkben, sőt a világ legerősebb gazdasági ellenár szerint, amelynek a korábbi, akkor képest az elmúlt időszakban immár van portékája energiahordozók tekintetében, hogy szépen körülírjam a történetet, amit eladna a világban is, Európának, meg aztán pláne. Hogyan kell ezt elképzelni? Mert ugye a diverzifikáció esetében akkor két dolog leegyszerűsítve jöhet szóba. Ezek az országok, akikről most beszéltünk, és az Egyesült Államok, hogyha az oroszok gonoszok és csúnyák, és velük nem lehet már kereskedni. Nyilván a mi esetünkben itt is vannak kivételek, meg ugye van a mondásunk, hogy ne vágjunk el mindent, mert Magyarország szerint ez nem jó irány Európának, de jelenállás szerint ez a kisebbség jelenállás szerint. Aztán meglátjuk, hogy ez meddig marad így. Ez a verseny hogy áll? Tehát az amerikai energiahordozók és a potenciális Törökországon keresztül érkezők, azeri, türkmén, azt meglátjuk, hogy mikor, és hasonló energiahordozók is. Kicsit most összekevertem itt a olajat a gázzal, de valahogy szálazzuk szét, léci. Kezdem akkor én, aztán úgyis összetesszük. Próbálok minél plasztikusabb lenni. Valóban ugye a gázban nincsen tételes jogi korlát, van egy tőzsdei gázársapka, önmagában ugye ez nem egy áthághatatlan történet. Érdemes az a kezdeni, hogy egyáltalán valóban eljutottunk-e oda, hogy az orosz gázról a leválás az sikeres lenne Nyugat-Európában. Most ugye, nem, annyira mert nem, hogy hallom elemzőktől, bocs, hogy közbevágok, hogy ezen már túl vagyunk. A 444 podcastjában erről úgy beszélnek, például, mint hogyha... Hát jó, de ott már Ukrajna mennyire többször meghalt Putyin. Az ég kék, a fűzöld, az orosz gázról leváltunk. Igen, hát ez jól hangzik. Ennek a számok alapján jóval kevesebb gáz kevesebb, Oroszország Európának. Kevesebb, mert az Egyesült Államok valóban megjelent a portrékájában, és valóban az Egyesült Államok lett a legnagyobb LNG beszállítója Európának. Egyes országokban egyébként a teljes orosz függést felcserélték teljes amerikai függésre, például Lengyelország egy az egybe azt a teljes hányadot kiváltotta, ami orosz gáz volt amerikai LNG-vel. Ha teljesképp, ezt csinálta egyébként Nagy-Britannia is, aki már ugye az EU-n kívül van, ők ilyen szélső értékek. Ehhez képest a többi nyugat-európai ország az nagyon ügyesen lavíroz, tehát az Egyesült Államok nagy beszállító, de ha megnézzük, hogy kivette a legtöbb orosz LNG-t, tehát cseppfolyósított földgázt a világban, akkor nyilván Kína az első, ezen nem lepődik meg senki, de a második, harmadik az bizony Belgium és Spanyolország. És ha megnézzük a számokat, tehát 13,3 milliárd köbméter gázt vásároltak az idei éve első 7 hónapjában az oroszoktól a nyugat-európai országok, 5,5 milliárd dollár értékben, mindez az összeg, mindez a mennyiség rekord. Tehát soha ennyit Nyugat-Európa nem vett. Ez ugye részben a szállítóvezetéki, tehát a fizikai szállítóvezetéki fogyasztást, vásárlást váltja ki, tehát az, hogy cseppfolyósított földgázt vásárolnak Oroszországtól, de a végén mégis orosz földgáz. Bocsánat, tisztázzuk, nem LNG-ből nem vett soha ennyit Európa, ezen része legalábbis, hanem orosz LNG-ből. Orosz LNG-ből. Annyira, hogy például Spanyolország az oroszok legnagyobb vásárlójává vált, az Egyesült Államokat is maga mögé utasítva, aki pedig azért elég szépen adja el a portékáit, és Marokkót, ahol ott történelmi kapcsolat van, ha barátságnak nem is nevezném, mondjuk a marokkóiak szempontjából szegények, de hogy... Földrajzi közelség. Földrajzi közelség, igen. Földrajzi történelmi közelség. Abszolút. Igen. Tehát, hogy ez is a teljes képhez hozzá tartozik. Viszont a másik fele az valóban az, hogy az Egyesült Államok, ugye a palaolaj és a palagáz forradalom óta, mondjuk legkésőbb 2015 óta, ugye elképesztő módon megnövekedett portfóliót kínálgat eladásra, viszont ez is véges. Tehát mondjuk a teljes európai maradjunk csak a földgáznál, cseppfolyós földgáz igényt amerikai földgázzal
logikailag sem lehet kiváltani, tehát hogy nyilvánvaló módon azt veszik mások is, tehát ahhoz valami nagyon egyoldalú piasztorzító megállapodás kellene. Tehát azért nem annyi az Amerika, és a szállítókapacitások, ezekről mi nem is beszéltünk, hogy jönnek ide a hajók, de ennek ellenére Amerikának nagyon sok földgáza van, amit most megvesz Európa, nagyon sok kőolaja van, ugye repesztéses eljárással felhozott olaj, amit megvesz Európa. Ilyenkor sírnak fel a zöld pártok, majd nyomják el a sírásukat, hiszen morálisan viszont nagyon helyes. Igen, ez Amerikától melyik kezembe harapjak. Hiszen azzal Oroszországnak ártunk, de közben meg a földet aztán megkínozzuk rendesen. Abszolút. Ez a repesztéses eljárás ugyanis egy ilyen kvázi gyilkossági kísérlet hát a föld agályos. Azon részén. Igen, elég agályos. Tehát mondjuk elképzelhetetlen lenne, hogy mondjuk az európai közvélemény az olyan húra optimizmussal fogadja, ahogy fogadta az amerikai 2015-től ezeket az eljárásokat, és az ezzel forduló üzleti pozíciót. Tehát az tény, hogy az Egyesült Államoknak sok portékája van, tegyük hozzá véges portékája, de sok portékája van, ami eladható, el is adja jó áron, tehát ez is tény, de és azt is látjuk, itt fonódik össze a gazdaság és a politika, hogy ezt azért a külpolitikai mozgástere tekintetében is jól tudja használni ezt a megváltozott üzleti pozícióját, hogy ő igazából importőrből bőven nettó exportőrré vált mind olajban, mind gázban. Ugye ezt ismerte el Thomas Donilon, a még Obama elnök tanácsadója, hogy gyakorlatilag a palolaj meg a palagáz az egy egészen megváltozott külpolitikai mozgásteret eredményez az Egyesült Államoknak, vagy Mike Pompeo konkrétan ugyanezt mondta, hogy az amerikai biztonságpolitikai érdekeknek az érvényesítése a nagypolitikai térbe az innentől egészen más nagyságrendekben működik, ezt látjuk is, hogy működik. De csak az üzleti dimenzióra szűkítjük, látjuk, hogy jön előre az Egyesült Államok az ellátás tekintetében, és nem is feltétlenül az üzletileg legracionálisabb szerződések köttetnek, amikor az európai országok tőlük vásárolnak, de közben párhuzamosan ott van az üzleti racionalitás is, ami meg mutatja például az orosz LNG-be ezeket a döbbenetes számokat, hogyha tudnak, vásárolnak, de az olajban is rengeteg disznóság történik. Amúgy is az oroszok meg az indiaiak elkezdtek összejátszani az olajár sapka és az olajár embargónak a meg hekkelésében. Elég... Ott finomítanak orosz olajat, aztán az jön vissza Európába, hogy jól sejtem a leegyszerűsítve. De egyébként is azt látjuk, hogy nagyon sok európai, meg svájci korábbi nagy olajkereskedő cégek egyszerűen harmadik országba, Szaúd-Arábiába, arab országokba alapítottak önálló, tehát nem leányvállalatot, hanem egy önálló kereskedő céget, és azok viszont már ott vannak a tengeri kapcsolatokban. Vagy azt is most már elég jól látjuk, hogy ugye az a G7-es meg EU-s szabályegyüttes, ami megsapkázta az orosz olajat, ugye 60 dollárnál, azt ugyan tartják a kereskedők, tengeri szállítók, akik érintettek. Igen, nem csak, hogy a technikai szállítmányozási költségek azok indokolatlanul megugrottak ezeknél a szállítmányok, tehát átcsoportosítják oda a kifizetéseket, és ugyan tartják a termékárat, de hogy az árnyékflotta, ami amúgy is egyre nagyobb mennyiséget szállít a tengeren, ott egyszerűen átcímkézik tehát a költségszerkezet változik meg, és ilyen módon játsszák ki ezt a 60 dolláros olajársapkát. Tehát gyakorlatilag ugye a jog az mindig segít ezekbe a kiskapuk nyitásába, nyitogatja most is, az olajba, a gázba meg nem is kell. Tehát ott meg a gyakorlat is azt mutatja, hogy azért ez az orosz leválás, ez nagyvonalú az a megállapítás, hogy ez megtörtént, mert ez legalábbis kellő önkritikával élve, és nem Magyarország, hanem egész Európa tekintetében, ez egy feladat. Tehát még jelenleg is egy feladat, hogy az orosz függőségről, nem egy másik függőségre, hanem mondjuk a többpólusú, valóban divers ellátásra átálljunk. Említetted a palolaj és palagáz forradalmat, én hadd tegyem fel a Siffer Andrási sapkámat egy kicsit ebben a körben. Ugye az tényleg valóban látszik, hogy az USA külpolitikai mozgástere azáltal, most ez nyilván eufemisztikus, nem mondták ezt így ki a Pompeo úr és egyéb vezető külpolitikai elemzők, de ez azt jelenti, hogy nem kell a közel-keleten olajállamokban háborúzni ahhoz, hogy Amerika olajellátottsága az biztos legyen, tehát nem kell többet félniük attól, hogy Líbia vagy Irak vagy akárki másnak az aktuális ura az elfordítaná az USA-tól a benzinkút töltőfejét. Kevesebb is a katona arra fele mostanában. Ha szabad egy Siffer Andrási gondolatot itt megfogalmaznom, amit nem koppintottam tőle, de mint hogyha az ő szájából származnak, nagyjából úgy fog hangzani. Kinek nem lett ettől jobb? Az amerikai kisembernek. Mert az amerikai kisembernek, és akkor itt megint visszakapcsolunk a diktatúrák és demokráciák energetikai furcsa összefüggéseire, pont ugyanúgy Szaúd-Arábia diktálja a benzinárat, mint ahogy akkor diktálta, amikor az USA-nak nem volt még olaja. Tehát azért ízlelgessük ezt, hogy az USA annak ellenére, hogy olajjal rendelkezik, a berendezkedése miatt, mert egy oligarchikus kapitalista berendezkedés van az amerikai olajpiacon,
emiatt az árazás tekintetében épp ugyanannyira ki van szolgáltatva az OPEC befolyásának, ami a benzinárakat illeti. A világon olyan hülye ország még egy, bocsánat, erős kifejezésért nincsen, ami teli van olajjal, de rendes piaci áron adja a felhasználóinak az olajat. Tehát Oroszországban 300 forint a benzin, a emírségekben 150-200 között van valahol, Szaúd-Arábiában nevetséges. Tehát tényleg gyakorlatilag mindenhol, ahol olaj van, ott az első teendője egy államnak, hogy versenyképesebbé teszi a saját iparát azáltal, hogy olcsóbbá teszi neki az energiát. Az USA ezt nem csinálta meg. Hát itt megint meg kell emlékeznünk egy kicsikét arról, hogy azért az energetika egy olyan speciális terület, ahol néha nem rossz, hogyha az államnak több a hatása, mint a piacnak. Tehát az a kis ember szempontjából, az egyszerű ember szempontjából néha tud marha jó lenni, hogyha nem kell azt a halálbukfencet megtenni logikailag, hogy az USA-ban kitermelt olajnak az árát, azt a szaudi orosz egybejátszás határozza meg a kutakon. Ezzel együtt közben, amennyire lehet hallani, az USA az elektromos autó átállás, nem tudom, minek nevezzem ezt a folyamatot, a tekintetben viszont pragmatikusan piacvédő tevékenységet folytat, erős kedvezményeket biztosít, ha ez nem is ugyanaz a kategória, a saját vállalkozásainak olyannyira, hogy az európai autógyárak már billegnek, hogy áthelyeznék a termelésüket, mert ugye ez egy teljesen új világot hoz majd. Erről majd még beszélünk biztos sok műsorban. Az elektromos átállás, hogy is áll ez, meg most mik a határidők pontosan, meg milyen kivételek vannak, meg akugyárak, meg sorolhatnánk, tehát rengeteg irányba indulhatunk innen, de közben ebben az Egyesült Államok kihasználja az erőfölényét, amennyire én ezt látom innen Budapestről, meg mondjuk Hernádi Zsolttal egyébként ha már szóba került a MOL elnök vezérigazgatója egy nyári pódiumbeszélgetésen tőle hallottam pont, hogy sokkal logikusabban, pragmatikusan és praktikusabban gondolják ezt a folyamatot végig, mint az európai aktorok, és ennek most már látszanak a hátrányai Európa tekintetében. Erre csak két nagyon gyors reflexió. Ez annyira így van, hogy ez a protekcionista gazdaságpolitika, ez szerintem még csak éppen nem érte el a lakossági kiskereskedelmi üzemanyag dimenziót, de halad abba az irányba. Amit látunk az elektrifikációnál, vagy látunk ugye az inflációcsökkentési törvénnyel az üzleti környezet megteremtése tekintetében, ami egy vonzó környezet például az európai vállalatoknál is, ez az amerikai protekcionista gazdaságpolitika, tehát ez hiába Biden, meg nem tudom, demokraták, teljesen szinte azt mondanánk, hogy Trump se csinálhatta volna, jobban Trump is mind a 10 ujját megnyalná, Adi Endre mind a 11-et, mert neki ugye annyi volt. Tehát, hogy ez azért elég csábító ilyen szempontból is nézve, tehát hogy az Egyesült Államok tényleg kezdi átállítani azért a váltókat erre. A másik pedig az, hogy valóban az egy nagy tanúság, hogy ezek a globalizálódott piacok és a világpiaci árak, árszínvonal és a világpiaci referenciárak, azok most már minden aktort kötnek, úgyhogy szerintem az egy nagyon, nagyon egyetértek azzal, hogy a földgázban is az Magyarországnak a mondjuk kimondatlan, mi itt kimondtuk célja, hogy a holland TTF árak alá menő gázszerződéseket tudjunk kötni, mert ott is azzal futunk versenyt, hogy a világpiaci árak azok minket ne szorítsanak, kényszerítsenek, és az ártüskék meg ugye pláne. És nyilván az olajban is az a cél, hogy lehetőleg a Brent olaj árak alatt mindenképpen, de most már az Urál és a Brent között is nagyon csökken a különbség, ez megint a szankciók működnek dimenziója, oda tartozó kérdés, hogy ugye most már az a 32 dolláros különbség már csak 16. Igen, a Pulai András, hagyj hozzam persze megint szóba, mert ugye az MCC Fest After-en leült velünk vitatkozni, nem velem, hanem Siffer Andrásra és Szántó Miklósra, de látom az ATV egyik műsorában veled is vitázott, és ott ő szerintem még 30, ami most már 15, de mindegy, gondolom nincs ezzel egyedül. Nincs ezzel egyedül. Számok nem barátjai, Pulai. Mátéval olyannyira egyetértünk, hogy ugye ellenzéki külpolitikai újságíró kollégái mindig röhögve mondják, hogy de hát Magyarországon nem is olcsóbb a gáz, mint akárhol máshol Nyugat-Európa. Persze, hogy nem olcsóbb, mert az Európai Unió hagyta magával megcsinálni az orbitális disznóságot, hogy azt a TTF-et, amit annak érdekében hozott létre, hogy nála a gáz olcsóbb legyen. Tehát tegyük tisztába, itt az történt, hogy csináltunk egy tőzsdét, ahova az oroszok behozhatták az elképesztő mennyiségű földgázt, ami leszorította a tőzsdei árakat, azért ennek az volt a célja, hogy Európának soha ne kelljen megfizetni az LNG árakat. Most ezt a TTF-et hagytuk szétbarmolni a globális, gyakorlatilag egy ilyen követőjévé tettük a globális LNG árazásnak. Ez történt a TTF-fel. Ezért van az igen, hogy az amúgy
élelmes és a TTF-es árhoz akkor is, tehát a drágaság esetén, nem csak az olcsóság esetén is ragaszkodó ruszkik, azok most az LNG árat kapják az egyébként fityingekért ide tranzitált csöves olajuk, vagy csöves gázukért. Tehát igen, valóban ez a helyzet Magyarországon, nem olcsóbb a gáz, és ezért van egyáltalán, emiatt az orbitális disznóság miatt van egyáltalán arról szó, hogy hát versenyképes gyakorlatilag az európai földgáz, például az amerikai LNG, persze, hogy az, mert amikor a TTF-et az LNG ár diktálja, akkor nyilván teljesen versenyképes lesz a csöves földgázzal az LNG. Hát tényleg az a helyzet, hogy Magyarország, nem csak Magyarország, de minden értelmesen gondolkozó, iparban gondolkozó, autókban gondolkozó, gyakorlatilag tehát életben és gazdaságban gondolkozó európai országnak az érdeke az, hogy a TTF vagy változzon meg, legyen egy szűkebb hatású referenciaár, vagy ők kerüljenek ki belőle. Tehát most ami történt itt, ez, hát szabad egy kicsit fricskáznom az európai politikát, itt elsziget előttünk, úgyis, mint hogy csináltunk magunkból egy szigetet. Tehát annak ellenére, hogy itt csücsülünk egy hatalmas nagy benzinkút és gázmező mellett, úgy teszünk, mint hogyha mi Málta lennénk, és hozzánk hajóval kéne behozni azt az erőforrást, ami egyébként itt van a szomszédban. Tehát szerintem ezt az el-sziget előrést, úgyis, mint hogy Európa energetikai szempontból úgy viselkedik, mint hogy egy sziget lenne, miközben marhára nem egy sziget, hanem a világ legnagyobb egybefüggő földtömegének az egyik kis nyúlványa. Tehát ezt kell feloldani minden olyan európai országnak, köztük elsősorban nekünk, akik abban gondolkoznak, hogy óhajtanak még a turisztikán kívül más gazdaságiakból is építeni a jövőjüket. Egy fél mondatban, hogy reagáljak erre, mert annyira egyet értek, hogy most nem, hogyha körülmudvaroljuk egymáshoz kölcsönösen, csak szemlátomás tényleg... Hát, nem vitatkozni hívtunk, ezt elárulom, de ha mégis összevesznék, akkor arra még van 5 percünk. Ha majd akkor belehúzunk még, de ez annyira igaz, hogy tényleg annyira törekednünk kell arra, hogy ez a nagyon furcsa szeizmográfunk, ami van, ez a holland TTF, ami egy kiszolgáltatott pozíció, és jelenleg valóban kívülről Amerika, az ügyes oroszok, mindenki más rángatja az árakat, hogy ez annyira kifeszített, és ez kifeszítetté teszi az európai ellátást árszínvonal oldalról is, hogy ugye a 3 héttel ezelőtti esemény, amikor az ausztrál LNG munkások kilátásba helyezték a sztrájkot, nem sztrájkot, a kilátásba helyezték a sztrájkot. Ez rögtön nagyjából olyan 35 euró per megawattóra árról 45-re lőtte ki a TTF holland TTF. És a decemberi front meg 55-60. Abszolút, tehát elképesztő, így van. Ez a háború előtti árakhoz képest ez mekkora? A háború előtti árak, ugye 20 alatt voltunk a háború előtt. A 20 volt a standard, nem, ami 10 éven keresztül kellett. Akkor az sem igaz, most csak még egy toposzt vagy ilyen sztereotípiát megdöntsük, hogy már visszaestek az energiára, igazából ott vagyunk. Mondom, térre 55-60-at mutatnak jelenleg a tőzsdék. Aki most előjegyezni szeretne gázt a térre, az 50 és 60 euró közötti ár lehet, meg az a 3-szoros. És amúgy ez is számít, tehát a future termékek számítanak valójában, nem is a pillanatnyi ár, mert azokat már... Oda kell menni, ahol a labda lesz, nem ahol van. Csak ez tényleg azért tanulságos, hogy annyira kifeszített ez a holland TTF történet, hogy, és ráadásul úgy, hogy Ausztráliával, Európának nincs is nagyon kereskedelmi kapcsolata. Tehát egy jóra való, fóriási csakos laposföldhívő Ausztráliának még a létét is tagadja, és lám-lám onnan meg tudja rángatni egy ilyen feltételes hír a holland árakat. Pityán egy hülyeség, tényleg mondjuk ki. Akkor tényleg, ami szintén lehetne egy önálló beszélgetés témája, kérdés, akkor miért nem úgy csináltuk, de mindegy. Oroszország helyzete, röviden kérlek, hogy vázoljátok, hogy csak annyit, hogy padlón van-e már az orosz gazdaság. Mert ugye ahhoz, hogy minél hamarabb véget érjen a háború, és ez akkor a biztonságpolitika része, de hát ugye van köze az energetikához, ahhoz az kéne, hogy nem csak az, hogy ne tudjon eladni Oroszország energiahordozókat is, akkor fosszuk meg a haszontól, de mint az beszélgetés sok több pontján kiderült, ezt eddig finoman szóba sem sikerült elérni, vagy a kerülőutak, vagy a továbbra is erős vásárlások miatt, de hogy körülbelül van egy képünk arról, hogy ez a padlón lét, ez most mennyire akadály az Oroszországot a tekintetben, hogy akár még évekig háborúzzon, hogyha ahhoz van kedve. Nincs padlón, de növekedési potenciált veszített, tehát irtózatosan nehezen tudnak például most finomítókat nagykarban tartani, vagy a beruházásaikat, amik a gáz kitermelést érintik, azokat el kell halasztaniuk részben alkatrész hiány miatt, részben azért is, mert az európai export kiesésével kevesebb a piac. Tehát, hogy padló nincsen, nem az a gond Oroszországnak, rossz paradigmában gondolkozunk, hogyha abban gondolkozunk, hogy hogyan kerül padlóra Oroszország. Oroszország nem fog padlóra kerülni. Oroszország szempontjából a gond az most az, hogy
így növekedési pályát zártunk el az orosz életszínvonal, meg az orosz gazdaság előtt. Ez volt minimum cél. Hát nem, ez nem minimum cél, a minimum cél alatt van 8-szal, mert ez a háború szempontjából teljesen irreleváns. Uh-huh. Tehát az a helyzet, hogy Oroszország egy bizonyos intenzitású, nem ilyen intenzitású, bizonyos intenzitású háborút a végtelenséggel el tud vinni. Ami gond van Oroszország szempontjából, kettő dolog. Tehát ez, hogy a növekedés az korlátozva van, egy csomó fejlesztést nem lehet megcsinálni, az energetikai iparnak a technológiájához nem férnek hozzá, csomó szempontból, mert ez a technológia amerikai technológia. Uh-huh. Ez van, meg az van, hogy Oroszország velünk ellentétben anticiklikus gazdaságpolitikát folytatott, tehát azokban az években, amikor drága volt az olaj, akkor csinált egy ilyen alapot, amiben belerakta a drága olajnak a bevételének az egyik részét, hogy azokat az éveket, amikor olcsó az olaj, az ki tudja kompenzálni, hogy az orosz költségvetés nem az adók határozzák meg, hanem az olaj és a gáz. Uh-huh. Tehát az orosz jóléti szolgáltatások, nyugdíjak, akármik, azok ebből ketyegnek, emiatt fontos, hogy ebben legyen egy puffer. Ezt a puffert zabálja most fel Oroszország. És ez vezetett ahhoz, hogy esetleg az intenzitása a háború viselésének Oroszország részéről majd előbb-utóbb kisebb lesz, de ezek, tehát amit mi akartunk, vagy ami a háború szempontjából Európának, mi a nyugat akartunk, vagy ami a háború szempontjából nekünk olyan szempontból előnyös, hogy Oroszország abba kényszerülne hagyni a háborút, ettől fényévekre se vagyunk. Fényévekre se. És ezt hadd tegyek hozzá egy ilyen közép-hosszú távú horizontot energetikai oldalról, hogy... Nevezzük valóban... zárszónak, bocsáss meg. Akkor ennek a súlyával, igen, mondom, átformálva a szavakat, hogy tehát nyilván rengetegféle számkering, tehát nagyon sok mindenből, vagy nagyon sokféle hírből ki lehet indulni, abból is, hogy 4,9%-os GDP növekedés, de hát ezt a hadipari költések húzzák felfele. Az is, hogy ugye kellett kamat döntés Oroszországban, azért az is mutat valamit. Visszaemelték a kamatot, igen. Visszaemelték a kamatot. Tehát pro és kontra mindenféle események történnek, vagy hogy újra kellett gombolni a költségvetést, tehát mínusz plusz irányba is ki lehet indulni hírekből, nehéz belelátni az orosz büdzsébe. De az viszont egész biztos, hogy az a helyzet, amiben Oroszország kényszerült és kényszerítette a nyugat, az Európának biztos, hogy nem jó, és Oroszországnak sem, tehát közép-hosszú távon itt a kelet nyer, vagy a globális dél, vagy ki minek hívja, hát a lekényszerített értékesítési feltételek mentén mozgó orosz energiahordozók nyertesei nem az oroszok lesznek, hanem Kína, India, mindenki más, illetve az Egyesült Államok a másik oldalról, akikről beszéltünk. Tehát valójában itt, ha nézzünk egy ilyen globális nagyképet közép-hosszú távon, akkor, és nézzük, hogy kik a nyertesek, vesztesek, akkor azt látjuk, hogy a nyertesek azok a kelet meg a dél, az Egyesült Államok, kik azok, akik mondjuk nem annyira jártak ezzel jól az oroszok, mert hogy nem az ő pozíciójukat erősíti ez a világpolitikai helyzet, és kik az abszolút vesztesek? Hát az Európai Unió, hogyha úgy igen ezen a... És az ukránok nyilván. Hát az ukránok meg szerencsétlenek, ugye ők a legkényelmetlenebb helyzetben vannak ebben a tekintetben, tehát hogy ilyen értelemben pedig abszolút nem egy olyan horizont bontakozik ki, ami mondjuk egy orosz évszázadot, de végképp nem egy európai évszázadot rajzolna körbe. Az a furcsa, és akkor ez az én zárszóm, hogy gyakorlatilag ezt a beszélgetést ugye most új, friss infók és fejlemények kapcsán folytattuk le, de egy kis túlzással akár tavaly nyáron is beszélgethettünk volna. Hát, ahogy tettük is, és nem és volt nagyon más a végkicsengés. És körülbelül megjósoltuk előre azt nagyjából, ami most van, nem sikerült Oroszországot lenyomni a víz alá, és ezzel az ukránokat győzelemhez segíteni. Ugyanott áll a frontvonal nagyjából, tehát mondjuk mit a Holdról nézve, körülbelül ugyanott áll a frontvonal, nem fáradt ugyanúgy ki drága télire a gáz. Ugyanúgy drága a télire. Megint most sóhajtozhatunk, hogy legyen enyhe a tél, mint a tavalyi volt, de ha nem lesz, akkor nagy kérdőjelek vannak, hogy elég lesz az a gázkapacitás, amit az Európa be tudott tárazni, és itt megint elindulhatnánk ezzel felé, hogy ezek hogy állnak, és hogy mekkorák, és hogy milyen mekkora, de ezt majd legközelebb fogjuk lefolytatni. A lényeg, hogy a végszó elhangzott, és nagyjából ez a szüzséje a beszélgetésünknek, a nézőknek és a hallgatóknak pedig nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak, akár csak nektek is tegyenek így, tegyetek így majd legközelebb is. Köszönjük a figyelmet! Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.